Kedves néző! Köszönjük, hogy beszerelő videónkat megtekinti. A vásárolt terméket minden esetben szakértő bevonásával ajánlott beszerelni. A csomag kibontása után kérjük ellenőrizze a csomag tartalmát és az eszközök állapotát. Ha bármilyen hibát tapasztal, kérem 2 munkanapon belül vegye fel velünk a kapcsolatot. Első lépésként csatlakoztatjuk az antennát az eszköz tetején lévő csatlakozóhoz. A vezérlő doboz kibontása után függőlegesen a 4 fülnél csavarozzuk fel a modult valamilyen stabil felületre, akár a fóliasátor vagy üvegház vázára, vagy a kapcsolószekrény oldalára. Az eszköz kapcsolószekrénybe történő beszerelése előtt minden esetben áramtalanítsuk megfelelő módon a kapcsolószekrényt. A vezérlő modul alján SD ajzatok helyezkednek el. Lecsavarjuk a védőkupakokat az SD ajzatokról, és a kábeleket megfelelő módon csatlakoztatjuk. A kábeleket a kialakításnak megfelelően kell bedugni finoman, nem erőltetve. Csatlakoztatjuk a tápellátását, amely egy SD2-es csatlakozóval van ellátva. Miután összedugtuk a kábelt, a menet szerint finoman betekerjük. A vezérlő kábelek számokkal vannak ellátva. Az 1-es, 2-es jelölésű kábel a nyitási oldalért felelős, 3-as, 4-es a zárásért felelős, zöld-sárgát pedig a védőföldbe kell kötni. Következő lépés a villanymotor és a végállás bekötése. Csatlakoztatjuk a dobozt a hálózathoz. Ezek után, ha csatlakoztattuk a berendezésünket az elektromos kapcsolószekrényhez, utána csatlakoztatjuk a hőmérő vezetéket, amely 4 pólusú SD csatlakozóval van ellátva, amit az előzőleg leírtak alapján kell bekötni. Csatlakoztatjuk a tápot az ajzathoz. Miután a rendszerünket áram alá helyeztük, következő lépésként az online regisztráció szükséges.